Fenntartható energetikai és klímacselekvési programok, befejeződött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt. Adományok, felajánlásokból vásárolt speciális brájnyomtatót a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Januárban változik a tűzvédelmi szabályozás. Minden nagyobb vállalatnak, intézménynek és legalább 5 főt foglalkoztató egyéni vállalkozásnak is fel kell készülnie. 150 millió forintos uniós támogatásból készült el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fenntartható energetikai és klímaakció terve. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A dokumentumok megkönnyítik a települések számára, hogy olyan uniós forrásokhoz jussanak, amelyek segítségével energiahatékonyak lehetnek a települések fejlesztései. 5 éves munka eredményeként a terület és település fejlesztési operatív program keretében 11 líder helyi akciócsoport közreműködésével készült el a megye fenntartható energetikai és klímaakcióterve. Az önkormányzat dolgozóinak és az együttműködő polgármesterek adatgyűjtésének köszönhetően összesen 17 úgynevezett SECAP dokumentum készült el. Azt gondolom, hogy ez a dokumentum egy projekt végét jelenti, de a tevékenység végét nem jelenti, hiszen folyamatosan tennünk kell közös összefogással a következő évtizedekben, hogy ez ebben a dokumentumban megfogalmazott tevékenységek, célok, amik számításokon alapulnak, azok mindannyiunk számára elérhetőek legyenek, és hát az embervédelem ilyen módon megvalósulhasson. Ehhez pedig tudatos tervezésre van szükség, ami sok esetben a városvezetés feladata. Tiszalök, mint konzorciumi partner főleg uniós forrásokat célzott meg ennek érdekében az elmúlt években, és számos pályázatot el is nyertek. Elsősorban a napelemeknek a telepítése, amit szeretnék kiemelni, gyakorlatilag minden épületünkön, minden közintézményünkön megfelelő mennyiségben található. Majdnem, hogy nullára tudjuk kihozni az elektromos áramfogyasztást ezen tekintetben, illetve a több mint két évvel ezelőtt kicseréltük az összes közvilágítást, tehát több mint 800 világítótestet cseréltünk, és 55% megtakarítást tudunk elérni azokkal a 21. századi technológiákkal, ugye a ledes világításról beszélek, amelyek mindenki számára tetszőek voltak, tehát tényleg egy minőségi javulást is mutat, nem csak energetikai szempontból és a pénz megközelítéséből. Tiszalök mellett Kisvárda, Máté Szalka, Nyírbogát és Vásáros Namény is konzorciumi partner a projektben. Utóbbi város már a kezdeti lépések előtt 3 szinten, lakossági, gazdálkodói és önkormányzati szinten is tett a klímavédelemért. Mint önkormányzat pedig élen kell, hogy járjunk mindenben, hiszen ha itt a talajszondás hőszivattyú beépítésén keresztül a közvilágítás korszerűsítésére gondolok, vagy a napelemes rendszerek kiépítésére a közintézményeinken, akkor ez nagyon komoly dolog. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy topos forrásokból az energetikai pályázataink kapcsán szinte valamennyi intézményünk megújulhat, hőszigetelést és napelemes rendszereket kapnak ezek az iskolák, a gimnázium, a humánszolgáltató önkormányzat, és a szilvafürdő. Ezek a projektek már a végén járják, mondhatjuk azt is, hogy befejeződtek gyakorlatilag, és most már ennek az eredményét várjuk. Ennek a legnagyobb eredmény, ennek a hármas összefüggésnek az, hogy a környezetterhelés csökken, ezáltal a klímaváltozásban bekövetkező dolgokat egy kicsikét tudjuk lassítani. A projekt záró konferenciáját kedden délelőtt tartották a megyeházán, ahol bemutatták az eddigi eredményeket, és felhívták a gazdasági társadalmi szféra szereplőinek figyelmét az éghajlatot jelentős mértékben károsító szén-dioxid és egyéb üvegházhatást okozó gázkibocsátás tudatos csökkentésére. Adományokból vásárolt speciális brájnyomtatót a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Az 1,6 millió forintos eszköz pályázatok révén nem tudták volna beszerezni, ezért jótékonysági koncertet szerveztek, ahol 700 000 forint gyűlt össze. Időközben a Michelin Hungária Kft. Nyíregyházi gyára további 1,5 millió forintot adományozott a szervezetnek a vállalat társadalmi felelősségvállalása jegyében. Az új nyomtató működését is bemutatták a szerdai sajtótájékoztatón. 13 darab elektromágnes csinálja a pontokat a papírra az új eszközön. A speciális készüléket Svédországban gyártották. Az értéke 1,6 millió forint. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete 2007 óta használ Braille nyomtatót. Ez a modern eszköz egy teljesen új darab. A régi géphez képest 40%-kal gyorsabb.
A hozzá csatlakoztatott számítógépen egy program konvertálja át a dokumentum szövegét, ezután lehet kinyomtatni. Nemes Nagy Tünde, az egyesület elnöke be is mutatta ennek az olvasását. Magyarországon körülbelül 80 ezer látássérült van, nagyjából 10%-uk használja a Braille olvasást. A brájírás elsajátítása az személyfüggő. Én ezt Budapesten tanultam a vakok általános iskolájában, egészen pici gyerek voltam. Aki manapság beiratkozik hozzám az egyesületbe bráj tanfolyamra, volt, aki egy hónap alatt sajátította el, volt, aki egy év alatt, volt, aki három. Ez mindig attól függ, hogy kinek milyen a tapintása. Például valaki cukorbeteg vagy nehéz fizikai munka után veszítette el a látását, ő nem biztos, hogy fogja érezni, tehát ez személyfüggő. A speciális nyomtatót pályázatok révén nem lehet megvásárolni, közölte Nemes Nagy Tünde, ezért egy jótékonysági koncertet szerveztek, ahol 700 ezer forint adományt sikerült összegyűjteniük. Időközben október elején a Michelin nyíregyházi vállalata is megkereste az egyesületet, akik felajánlottak a részükre további 1,5 millió forint adományt. A cég mindig keresi azokat a helyi közösségeket, amelyeket a társadalmi felelősségvállalás jegyében támogatni tud, közölte Nemes Attila gyárigazgató. Akkor lehetünk sikeres vállalat egy városban vagy egy országban, hogyha azzal a közösséggel, akivel együtt dolgozunk, az nem csak munkakapcsolatot jelent, hanem vissza is tudunk adni az ő számukra, tudjuk segíteni a mindennapi életüket. Hogyha egy közösség egészséges, hogyha egy közösség boldog és jól működik körülöttünk, akkor boldog embereket tudunk mi is alkalmazni, és ez biztos, hogy a vállalatnak a működését is jobbá teszi. A Vakok és Gyengénlátók Országos Egyesületének projektje, hogy akadálymentes étlapot helyezzenek ki minél több vendéglátó egységben. Ezek egyik fele nagybetűs, síkírással készül a gyengénlátók számára, a másik részük pedig Braille írással. Nyíregyházán eddig 3 akadálymentes étlap érhető el, 2 étterem és 1 hotel használja, de még idén elkészül a 4. is. Ezeket szintén a Szabolcs megyei egyesület nyomtatta ki számukra. Új tűzvédelmi szabályozás lép életbe január 2. felében, amelyre minden nagyobb vállalatnak, intézménynek és a legalább 5 főt foglalkoztató egyéni vállalkozásnak is fel kell készülnie. Ehhez a meglévő tűzvédelmi szabályzatokat át kell dolgozniuk. Emellett szigorodnak a lakossági tűzmegelőzési szabályok is, így például az avarégetésre vonatkozó előírások is módosulnak. Számos új változás került az új országos tűzvédelmi szabályozásba. Sok helyen szigorodtak az előírások, de olyan paragrafus is akadt, amelynek az életszerűsége miatt enyhülnie kellett. Az új előírások már elérhetők, azok január 22-én lépnek majd hatályba, addig azonban fel kell készülnie minden érintett személynek vagy szervezetnek az új szabályozás bevezetésére. A legfontosabb, hogy valamennyi hatályban lévő tűzvédelmi szabályzatot át kell dolgozni, pontosítani kell. Alapvető változás például, hogy a korábbi tűzveszélyességi csoportok megváltoztak. Jelen pillanatban 3 tűzveszélyességi osztály vannak, amelynek a csoportja is bővültek. Fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes kategória, mérsékelten tűzveszélyes kategória és a nem tűzveszélyes kategória. Tehát ez maga után vonz nagyon sok tárolási előírást, munkavégzési előírást, amelyeket pontosítani szükséges ezzel kapcsolatban. Kukucska István hozzátette, sok változás történt a tűzvédelmi kockázatokban is, és szinte az összes felsorolási kritérium megváltozott. Így sok esetben a kockázat meghatározás mellett a tűztávolság betartását, valamint a helyiségek kiürítésének rendjét is módosítani kell, de sokat szigorodtak a lakossági tűzmegelőzés szabályai is. A tűzvédelmi törvényben a lakosságot érintő, hogy amennyiben tűzeszélyes tevékenységet végeznek, ez lehet egy alkalomszerű tűzeszélyes tevékenység, lehet egy hegesztés, vagy lehet egy avarégetés, gazégetés, vagy bármilyen ilyen tevékenység, ott szigorodtak a szabályok, hogy ezeket milyen feltételekkel, hogyan lehet végezni, és a lényeg, hogy írásos feltétel meghatározás szükséges ahhoz, hogy ilyen tevékenységet végezni lehessen. Változtak a szénmonoxid érzékelővel kapcsolatos előírások, sajnos megint igen sok gyakori a szénmonoxid mérgezéseknek a száma. Itt az érzékelőknek a bemutatásáról is szó van. Kukucska István kiemelte, a katasztrófa védelem és a fogyasztóvédelem honlapján is elérhető egy lista, közel 50 olyan szénmonoxid riasztó berendezésről, amelyeket a hatóságok egybehangzóan beszerzésre ajánlanak.
Első alkalommal szervezett innovatív karácsonyt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A rendezvénynek a tavaly elkészült digitális közösségi alkotóműhely biztosított helyszínt. A karácsonyfa díszeit 15 osztály készítette többnyire fémből, fából és süteményből, illetve 3D nyomtató segítségével. Készül a Nyíregyházi Szakképzési Centrum első közös karácsonyfája. Az innovatív karácsonyi ünnepséget hagyományőrző jelleggel szervezték a tavaly átadott digitális közösségi alkotóműhelyben. A rendezvényhez 15 osztályt sikerült bevonni, ők saját szakmájukra jellemző díszeket készítettek. A karácsonyfát a műhely kollégái tervezték és vágták ki, majd állították össze. Az ünnepség célja, hogy ráhangolja a diákokat a karácsonyi időszakra, illetve hogy még jobban megismerjék egymást a tanulók. A karácsonyfa ünnepi díszbeöltöztetése után pedig a diákok kézműves foglalkozásokon fognak részt venni. Itt mézes kalácsot díszíthetnek, megtanulhatják a sebb kezelés, sebb kötözést, hiszen karácsony alkalmával megesett, hogy égési sérüléseket szenvedünk, de egy sepregető robot segítségével akár takarítási ötleteket is elsajátíthatnak itt az ünnepek utáni takarításhoz. A karácsonyfa rétegelt lemezből lézervágó segítségével készült, ezért újrahasznosítható a következő években is. Daloknak és verseknek köszönhetően kerülhettek ünnepi hangulatba a Szépkorúak kedden Nyíregyházán. A közös megyei nyugdíjas karácsonyt évről évre megszervezik. A hagyományok szerint az 50., 55. és a 60. házassági évfordulójukat ünneplő időseket is felköszöntik. Már hagyomány, hogy karácsony előtt egy napra nyugdíjas szervezetek, klubok tagjaival telik meg a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház, hogy a szépkorúak közösen hangolódjanak a közelgő ünnepre. Idén erre kedd délelőtt került sor. 1995-től, tehát a megalakulásától minden évben közös karácsonyi ünnepséget szervezünk az időseink számára. Természetesen korábban sokkal több nyugdíjas egyesület tartozott a szövetséghez, most jelenleg 68 nyugdíjas egyesület és klub működik a megyei nyugdíjas szövetséghez, közel 3000 tagot számlálunk. A templom kórusának előadását követően Román Demeterné arról beszélt a jelenlévőknek, hogy bár tennivalók sora vár ránk ilyenkor karácsony előtt, az ünnep igazi tartalmára kell figyelnünk a várakozás időszakában. Mint fogalmazott, fel kell készítenünk a lelkünket, és keresnünk kell a megbékélést magunkkal és egymással. Az esemény keretében az 50., 55. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő szépkorúakat is köszöntötték. Ennek a házaspárnak a tagjai 50 éve kötötték össze életüket. Egy ilyen hosszú házasságnak a titka mindenképpen a tolerancia, tehát el kell viselni egymás hibáit, és ki kell javítani azokat. Ugye mindenkinek, minden házasságnak tulajdonképpen az a célja, hogy legyenek gyermekek, azokat egyetértésben fel kell nevelni, és ugye sikerül ez a házaspárnak, az nagyon nagy boldogság. Aztán jönnek az unokák, és az még nagyobb boldogság. Szerintem ennyi a titka ennek. Hát igen, ő, ahogy a nejem is elmondta, mi most már az unokákért élünk, és ők a büszkeségeink. Hozzátették, a nyugdíjas évek is telhetnek aktívan, és az ő klubjukban is például tánccsoport, kórus vagy épp kirándulások szolgálják a közösségi életet. A közös karácsonyi ünnepséget egyébként mindig más nyugdíjas szervezet vagy klub rendezi. Idén a Nyíregyházi Római Katolikus Nyugdíjas Egyesület tette neget ennek a feladatnak. Az 5. helyen zárta az őszi szezont az MB3 keleti csoportjában a Sényői futballcsapat. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 8 győzelem mellett 5 döntetlent játszott és 3-szor szenvedett vereséget. A jól sikerült első MB3-es szezont követően is a biztos bennmaradást célozta meg a Sényői futballcsapat azzal, hogy lehetőleg egyszámjegyű helyezést érjen el. Nyáron némileg átalakult a játékos keret, 5 új szerzeményt építhetett be az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros. A Sényű döntetlenekkel kezdte a bajnokságot, aztán jönni kezdtek a győzelmek és a vereségek is. Az őszi szezon második fele sikerült jobban a csapatnak, így 8 győzelemmel, 5 döntetlennel és 3 vereséggel, a 4. helyen álló ESMTK-val azonos pontszámmal az 5. helyen töltik a téli szünetet kapacináik.
Az utolsó 7-8 forduló az nagyon jól sikerült, igen, nagyon sok döntetlent játszottunk az elején. Volt egy Jászberényi vereségünk, ahol nagyon sima vereséget szenvedtünk a Jászberénytől, és onnantól kezdve gyakorlatilag nagyon-nagyon jó formában lendült a csapat. A Sényű a bajnokság mellett a Magyar Kupa országos főtábláján is játszott két mérkőzést. A Jászberény búcsúztatását követően az NB1-es mezőkövetyel szemben esett ki a kupából az NB3-as gárda. A később törölt Ózd elleni találkozóval együtt összesen 19 tétmeccset játszott ősszel a Sényű. Most mindenki a jól megérdemelt pihenőjét tölti. Úgy gondolom, erre szükség is van, mert eléggé hosszúra nyúlott ez az őszi szezon. Játszottunk ugye 17 bajnoki mérkőzés, valamint két kupameccset, és ugye a tavaszi szezon ezáltal egy kicsit rövidebb lesz, mivel még ráadásul a Zózdot menet közben kizárták, ezért tavasszal csak 12 mérkőzés vár ránk, úgyhogy kevesebb lehetőség lesz a pontszerzésekre, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen jól jött az, hogy azért ősszel csipegettünk elég sok pontot. A felkészülés január 16-án kezdi a Sényű. A játékos keretben nem várható jelentős mozgás, esetleg egy új futballista érkezhet a csapathoz. A tavaszi rajtig 10 edzőmeccset játszik majd a Sényű, ahol továbbra is egy egyszámjegyű helyezés elérése a cél. Pályafutása legsikeresebb évét zárja Tölgyes Dorottya. A nyírbátori asztali teniszező az Európa válogatott tagjaként aranyérmet szerzett a serdülő világbajnokságon. Emellett több nemzetközi versenyen is képviselte a magyar színeket. A 15 esztendős játékos jövőre már az ifjúságiak mezőnyében áll asztalhoz. A 2019-es év mérföldkőnek számít Tölgyes Dorottya pályafutásában. A nyírbátori asztali teniszező tagja volt a serdülő és az ifjúsági válogatottnak, az Európa ranglistán negyedikként, a világranglistán 11-ként is jegyezték ebben az esztendőben. A 15 éves játékos Bangkokban és Luxemburgban is részt vett a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség tehetséggondozó programja keretében szervezett edzőtáborban, júliusban a korosztályos Európa-bajnokságon, októberben pedig az Európa top 10-es versenyen képviselte a magyar színeket. Október végén a lengyelországi Vladislavovó adott otthont az ITTF World Cadet Challenge elnevezésű versenynek, amely egy serdülő világbajnokságként tartanak számon a sportákban. Tölgyes Dorottya a csapatverseny során valamennyi ellenfelét legyőzve segítette aranyéremhez az Európa válogatottat. Emellett Nyírbátorban az év sportolójának választották a fiatal tehetséget. Igazából úgy érzem, hogy mondhatni ez volt az eddigi legjobb évem már, mint asztali tenisztéren, mert benne lehettem az Európa válogatottban, az Európa bajnokságon is szerintem nagyon jól szerepeltünk így csapattal összességében is, tényleg hazai versenyeken is én azt mondom, hogy amit kellett, megnyertem, és még azért voltak úgymond ilyen meglepetés győzelmek. Szóval tényleg én úgy gondolom, és Sanyibámmal is a múltkor beszéltük, hogy nagyon jó évet zártunk. A Lengyelországban szerzett aranyérem megerősítése volt a nyírbátori klubban és a válogatottnál végzett munkának, valamint a játékosnak is plusz motivációt adott a jövőre nézve. Nagyon nagy eredmény volt, és annyira jó hatással volt rám, hogy még jobban szeretnék máskor szerepelni nemzetköziken, hogy ezt is el lehet érni, csak munka kell hozzá, és most még jobban oda teszem magam, majd jövőre megpróbálok többet edzeni, többet esetleg Pesten edzeni, ugye felnőtt válogatottal, szóval tényleg nagyon jó hatással volt rám, én úgy gondolom. Tölgyes Dorottya jövőre már első éves ifjúsági versenyzőként utazik a tornákra. Célja a tapasztalatszerzés, de mint elmondta, ott szeretne lenni sorozatban negyedik Európa-bajnokságán, és az évvégi világbajnoki részvétel sem elérhetetlen cél számára. Most pedig híradónk végén, jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban. Közel 150 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósította meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a megye fenntartható energetikai és klíma akciótervét. Ennek eredményeképpen 17 olyan dokumentum készült el, amely megkönnyíti a települések számára a későbbiekben, hogy EU-s forrásokhoz jussanak, annak érdekében, hogy a fejlesztéseik energiahatékonyak legyenek. 1,6 millió forintos speciális brejnyomtatót vásárolt a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Korábban ezt nem tudták pályázati forrásból beszerezni, ezért jótékonysági koncertet szerveztek, ahol 700 ezer forintot gyűjtöttek. Időközben ezt az összeget 1,5 millió forinttal kiegészítette a Michelin Hungária Kft. Nyíregyházi gyára is a vállalat társadalmi felelősségvállalása jegyében.
Minden nagyobb vállalatnak, intézménynek és legalább 5 főt foglalkoztató egyéni vállalkozásnak fel kell készülnie az új tűzvédelmi szabályozásra, amely január 2. felében lép majd életbe. Ez a meglévő tűzvédelmi szabályzatokat át kell dolgozni, de szigorodnak a lakossági tűzmegelőzési szabályok, így például az avarégetésre vonatkozóak is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 11-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Szerdán közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, eső előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, eső több helyen valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd a délkeletire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 Celsius fok között alakul. Pénteken a kelet felé távolodó csapadék zónát átmeneti szünet után nyugat felől újabb követi, majd szombaton nyugat felől már egyre több felé felszakadozik a felhőtakaró.